Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. 1 Timóteus 4.6. Kármi János a következő gondolatokat fűzi ehhez hozzá. Pál Timóteusnak azt rendeli, hogy elégedjék meg azzal az eggyel, hogy Krisztus hű szolgája akar lenni. És valóban, ez a cím bizonnyal sokkal megtisztelőbb előttünk, mintha ezerszer is szeráfi, meg éles elméjű doktoroknak neveznének. Ne felejtsük tehát, hogy a kegyes pásztornak legfőbb tisztelete abban áll, ha Krisztus jó szolgájának tartják, s hogy egész szolgálatában nem is szabad semmi egyébre törekednie. Ezeket a gondolatokat jó magam is teljes egészükben magaménak vallom. A legfőbb jó, amelyből minden más kisarjadhat, az a Jézus Krisztussal való közösség, és ahogyan az igehirdetésben is hallhattuk, az ő igéjének tanulmányozása, és az üzenetnek a hirdetése. De akkor jó kérdés, hogy hol lehet a helye egy gyülekezeti lelkipásztor életében egy tudományos fokozat megszerzésének. Hiszen a doktorátus tulajdonképpen egy bizonyítvány, amelyben az egyetem professzorai tanúsítják, hogy az illető alkalmas tudományának művelésére, azaz kutatásokra, tanulmányok, könyvek megírására a teológia tárgykörében. Emellett, aki doktor lett, az akár egyetemen is taníthat teológiát. Tehát végül is egy összeszedettebb tudás megszerzését, birtoklását jelzi a doktori cím. Máskülönben maga az elnevezés tanítót jelent, a doktor az az ember, aki saját hivatásának tudományát a legmagasabb szinten tanítja. Amikor a II. Helvét hitvallás vagy éppen Calvin János az egyház tisztségeiről ír, akkor az eredeti latin szövegben a tanító szintén ugyanezzel a szóval van, ugye sorolja, hogy pásztorok, tanítók, presbiterek és diakónusok vannak a keresztény egyházban, a tanítók a doktorész szóval vannak jelezve. Szóval nem csak az akadémia világában van, vagy lehet jelentősége annak, ha valaki doktorként szolgál. Annak az egyház minden szegletében haszna lehet. Azzal a kutatással, sok-sok olvasással, ami a dolgozatom elkészítéséhez kellett, én nem magamat akartam gyarapítani. Végig az egyház és a gyülekezet lebegett a szemem előtt. Olyan a téma és olyan a dolgozat is, hogy nem pusztán a többi tudós számára lehet érdekes. Éppen ezért kiadását tervezzük, hogy akit csak érdekel, gazdagodhasson abból az üzenetből, amelyet a sok munka eredményeként az Úr Jézus segített megértenem. A dolgozat témája ugyanis az, hogy hogyan találja meg a keresztény egyház az Istentől elrendelt helyét a közéletben, vagy éppen a politikai irányzatok csatározásai között. A 20. században sajnos úgy a vörös, mint a barna diktatúra nyomorította a hazánkat. Eközben az egyház is élt valahogyan. Dolgozatomban azt kívántam tisztázni, hogy vajon a bibliai reformátori tanításnak mennyire sikerült ezekben a nehéz időkben megfelelni, és mi lehet tanulni a jövőre nézve mindebből. Tehát ma is egészen égető kérdés ez, hiszen egyrészt jobbról érkezik a bíztatás. Az mi egyházunk nemzeti egyház, magyar református egyház. Büszkék és boldogok vagyunk, hogy magyarok lehetünk. De a magyarságunk sem válhat Krisztusnál és a kereszténységünknél fontosabbá. A nemzeti sorskérdéseknek a helyes keresztjén megközelítése nem lehetséges csupán a nemzeti büszkeség talaján, hanem ehelyett inkább a Krisztussal megélt alázatban. Aztán megint csak égető és ma is nyomorító kérdés lehet némelyeknek a baloldalról érkező elvárása. A keresztjén embernek kötelessége mindenki segíteni. Mindenki szolgájává lenni, és ha kell, önmagát is feladni, hiszen Krisztus is ezt tette. És sokszor meg is kapjuk balról. A szegények, az elnyomottak védelmezőjének, a szabadságjogok, a fejlődés érharcosának kell lennie minden keresztjének. Hát ezt kérte már a szocialista állam is az egyházaktól 1948 és 90 között. Amíg van keresztjén egyház, mondták ők, addig a szocialista társadalomban ennyi a szerepe. Égesse el önmagát,
a földi paradicsom a társadalmi igazságosság megvalósításában. Csak hát ez a gondolat éppen úgy bálványimádás, mint saját nemzetünknek az istenítése, mindenek fölé rendelése. Mégis, milyen sokan gondolják a mai magyar református egyház tagjai között is, hogy ők elsődlegesen magyarok, és csak azután keresztjének, illetve hogy ők elsősorban baloldaliak, és csak azután keresztjének. Dolgozatomban e két szélsőség között a helyes, biblikus református irányt kívántam felmutatni, ahol a politikai közéleti kérdésekben is valóban a Biblia tisztasága, Krisztus megértő szeretete a vezérfonal. Az egyház szolgál, de nem kiszolgál. Büszke magyarságára, de csak kereszténységének fényében. Barth a skót hitvallás kapcsán az úgynevezett Gifford Lectures-ben politikai istentiszteletről beszél. 1937-38-ban tartotta ezt az előadás sorozatot. Arról beszél, hogy a keresztény ember a politika és a közélet területén is Isten gyermeke és hirdetője kell, hogy legyen. Nem lehet két életünk. Egy keresztény gyülekezeti, meg egy közéleti politikai. Ez ugyanis képmutatás, amit Isten elítél. A helyes az, ha az ember mindenütt megpróbál egyforma elvek, értékek, meggondolások szerint élni és dönteni. Ezt jelenti a politikai istentisztelet fogalma. Végül pár szó még a mai napról. Egészen kiváló ötlet volt, ha szabad így szembe dicsérnem, hogy a presbiter testvérek a tudományos munka elismeréseképpen egy gyönyörű új lelkészi palástot készítette. A palást ugyanis tökéletes összefoglalója annak, amit most érzünk vagy érezhetünk. Biblikus eredeteként a prófétai palástot szoktuk említeni. Illés, Elizeus a leghíresebb palástosok. Ott az volt a parás jelentősége, hogy minél inkább eltakarja azt, ami emberi. Hogy csupán Istenre figyeljen az, aki a palástos prófétát hallgatja. Ugyan egy ember beszél hozzá, de ez most nem lényeges. Hát így van ez ma is. Mikor a lelkipásztor igét hirdet, nem a magáét mondja. És éppen ezért nem is úgy kell fogadni, mintha a magáét mondaná, mintha ő mondaná. A palást eltakar, hogy ne az emberre, hanem az igére és a megszólaló Istenre figyeljünk. Nagyon időszerű ebben az esetben is ez. Édőnyel is továbbra is, mint az egyházunk és a gyülekezet lelkipásztora szeretnék szolgálni. Ha a megszerzett tudásom ebben segítség, akkor az nagyon jó, de továbbra sem magamat akarom hirdetni. Ezért ez az új palást hadd takarja el az emberi, hogy ne vonhassák el az én hiányosságaim a figyelmet Isten tökéletes szeretetéről. A palásnak a másik, a történelmi eredete pedig a tudományosság hirdetése. Diplomaosztón vagy adott esetben egy bírósági tárgyaláson is talárt, tógát szoktak hordani a diplomázottak, a bírók, a jogászok. Végül is a lelkészi palás eredete is ez. Azt az embert, akiben a közösség bizalma megnyugszik, aki megszerezte a közösség vezetéséhez szükséges tudást és emberi képességeket, ezzel a különleges ruhadarabban jelöli meg a közösség. Ezért szoktak lelkész beiktatáskor palástot ajándékozni a lelkészeknek. Mikor engem beiktattak, az én palástom még szinte vadonat új volt, ezért nem is került szóba a palást ajándékozás. Most azonban a doktori fokozat kapcsán a lehető legszebb ajándékot készítettétek. Én a pásztorotok szeretnék lenni, és ezzel az ajándékkal azt fejezitek ki, hogy ti pedig pásztorotokként tekintetek rám, és számítotok rám a továbbiakban. Ne is tekintsetek rám másképpen. A legnagyobb kiváltság, amit ember átélhet, az ez, Krisztus szeretetével az egyházban tanítani és pásztorolni. Jövő vasárnap lesz éppen 10 esztendeje, hogy életemben először állhattam a taitótfalui templom gyönyörű szószékén. Februárban annak lesz 10 éve, hogy gyülekezetünk lelkipásztoraiként szolgálhatunk feleségemmel együtt. Köszönjük az eddig megtapasztalt sok-sok szeretetet, nyitottságot, együttműködést. Én mindent továbbra is azért fogok tenni, hogy gyülekezetünk és egyházunk a hitben, a Krisztusnak élésben tudjon fejlődni és növekedni. Köszönöm, ha ebben egyre inkább partnerei tudunk lenni egymásnak.
legyen az Úr, ami Urunk, őriző, legyen az Úr, ami gyülekezetünk őriző pásztora. Még egyszer hálás szívvel és boldogan megköszönöm ezt a gyönyörű ajándékot. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket, hogy mindannyian tudjunk közös dolgainkról. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy nagytiszteletű Nyilas Zoltán esperes urat körünkben köszönhetjük az idei egyházlátogatást alig néhány hónappal követően ismét. Köszönjük, hogy meglátogatott bennünket kedves feleségével együtt, és hogy igehirdetéssel szolgált közöttünk. Azt biztosan mondhatom, miután még senkivel nem beszéltem, hogy az én szívemben és fejemben hosszabb fognak még csengeni azok a gondolatok, amelyeket az Úr átbízott. Hálásan köszönjük hiteles tolmácsolását, annak a gyönyörű dolognak, hogy mit jelent Krisztus számára rendelkezésre állni. Így kívánunk bőséges áldást, fontos és nélkülözhetetlen szolgálatodra, illetve családi életetekre. Ugyancsak hálásan megköszönjük Pál úr János orgonaművésznek, a Zeneakadémia tanárának, hogy megörvendeztet bennünket csodálatos orgonajátékával. Szeretném megjegyezni, ha már nálam van a szó, hogy a YouTube nevű videó megosztón művész úrnak saját csatornája van, ahol istentiszteleti szolgálatait hétről hétre meg lehet hallgatni. Én ezt a legmesszebb menőkig csak ajánlani tudom, mint ahogy már ajánlottam korábban is. Magam a hitéletemre és a készüléseimre nézve is sok-sok inspirációt, lelki erőt nyerek ezekből a csodálatos szívből jövő orgonazenékből. Ahogyan a lelkipásztor Jézus Krisztus igéjét hirdeti, éppen így hirdeti Pál úr János az élő Krisztust az orgona hangjainál, azzal a művészettel, amelyre ő kapott talentumot, és amelyet igyekszik a legmesszebb menőkig kimunkálni. Köszönjük tehát az ő jelenlétét is, köszönjük kedves mindnyájatok szolgálatát, hogy ünnepivé teszitek a mai vasárnapunkat. Emlékharangokat hirdetek, melyek a feltámadás reménységét zengik a fájó szívek felé. A mai napon szól három vers Csizmadi András 9 esztendeje elhunyt testvérünk, illetve szülei és a régebben elhunyt családtagok emlékére. 16-án kedden szól három emlékvers idős Pisty úr István halálának a 11. évfordulója. 20-án jövő szombaton egy vers Verebes Sándor 52 éve, egy vers Verebes Sándorné 1 esztendeje, egy vers idős Verebes Sándor 41 éve elhunyt, illetve két vers a régebben elhunyt családtagok emlékére. Isten áldja meg elhunyt szeretteink emlékét, illetve az ő rájuk emlékezőket. Köszönettel hirdetem az adományokat, és Isten dicsőségére egy család 10 000, egy férfi testvér 7 000, templom felújításra egy család 20 000, temető gondozásra egy család 5 000 forintot ajánlott fel. Köszönjük felajánlásaikat, illetve a persejekbe elhelyezett adományokat is. Legyen az Urunk áldása azokkal, akik gondot viselnek az ő egyházára. Végül az alkalmakat hirdetem, ma délután 2 órától nem tartunk ima órát. Kedden 6 órától azonban lesz Bibliaóra, szeretettel várjuk az érdeklődőket, Péter első levelét tanulmányozzuk tovább. Szerdán 9 órakor a másik Bibliaórán tartja az alkalmat, tehát nem csütörtökön, hanem szerdán és újra a gyülekezeti teremben. Ugyanaz nap 5 órától, pénteken 3-tól konfirmációi felkészítőre várjuk a fiatalokat, pénteken 17:30-tól pedig kórus próba lesz. Szombaton 6 órától ifjúsági alkalomra várjuk az érdeklődőket, mához egy hétre pedig istentisztelet lesz, vele párhuzamosan gyermek istentisztelet. Legyen az Úr, ami gyülekezetünknek és egész egyházunknak őriző pásztora.